A Tisza Virág Fesztivál idén két színpaddal és még több koncerttel várta a látogatókat. Azért látogattunk ide, mert tudjuk, hogy a Tisza virágzás szerintem már hagyománynak számít, minden évben meg van tartva, és kíváncsiak voltunk, hogy idén ez hogyan fog kinézni. A kellemes zene és a finom bor megfogott, az idő tökéletes, úgyhogy mindenki jól tudja itt érezni magát. I see the moon for me and me, every Tuesday. What a wonderful world. Hát én szerintem az összesen voltam. Egy hiánypótló fesztivál, azt kell mondjam, hogy nagyon jó a borkínálat. És hát nagyon szép a környezet, hát nem sok város épült a Tisza partjára itt Vajdaságban, de ezentúl az ilyen. Nagyon szép szokott lenni a kirakodóvásár, nagyon változatos szokott lenni a műsor is a színpadokon. Mi szinte minden évben kilátogatunk ide. Családdal? Gyerekeknek is vannak programok? Családdal szoktunk kijönni. A fiam nagyon szokta élvezni most már a műsorokat, a zenét nagyon szereti, és ez nagyon szokott tetszeni neki. Igazából a Juhász zenekar koncertre jöttünk, és az utána való táncházra, meg előtte volt egy továbbképzés közösen a zenekarral, és akkor azért ilyen barátkozás, meg egyben ezt a fesztivált is meglátogatjuk akkor. Azért érkeztünk ki, azért jöttünk, hogy megnézzük, hogy milyen programok lesznek. Ugyanis szerencsém van, anyuék eljöttek Újvidékről, ők még nem voltak ezen a fesztiválon, úgyhogy kicsit kijöttünk, hogy megmutassuk nekik is, hogy milyen szép itt nálunk Zentán. Hát nem tudom, mint látom, színpad felállítva, van még egy színpad, ez tavaly nem volt, úgyhogy az egyik helyen nem tetszik a koncert, akkor majd átmegyünk a másikra. Bor utca itt van, úgyhogy nagy probléma nem lehet. A programsorozatra számos településről érkeztek látogatók. Márton Rozália és férje először vett részt a fesztiválon. Hát sajnos most vagyunk itt először, mink nem idevalósiak vagyunk, szanádiak vagyunk, és most jöttünk először csak megnézni, hogy milyen a Tisza Fesztivál. Galambos István évek óta fajjátékok készítésével foglalkozik. Nagyon fontosnak tartja, hogy nála minden korosztály találjon magának megfelelő játékot, mivel a játszás nagyban hozzájárul a fejlődéshez. Fajjátékokról van a szó, kézzel gyártott fajjátékok, nagyon sok fajta. Montessori programtól kezdve, didaktikától kezdve, egyszerű játékoktól van itt nagyon sok fajta.
csak játékokról van a szó. Miért tartja fontosnak, hogy a gyerekek fajátékokkal játszanak? Hát én nekem, mint egy fajátékgyártónak valószínűleg a játék egy nagyon fontos dolog az univerzumban, pláne a gyermek univerzumjában, úgyhogy nagyon fontos az, hogy hogy fejlődnek előre, meg hogy mennek. Tehát játékok nagyon sokat jelentenek a gyerekeknek a gyerekkorukban, azt, hogy melyik úton fognak fejlődni, meg hogy fogják megismerni a világot, hogy fognak szocializálódni a többiekkel. Úgyhogy a társasjátékokon keresztül, didaktikai programjátékokon keresztül, meg egyszerűen természetes anyagokkal együtt sokkal jobban mennek lenni előre, és fejlődni, mint személyiség. Annak idején megtanultam, hogy nagyon sok káros hatás éri az emberi szervezetet, bőrünket, és szerettem volna elsősorban a saját családunk részére olyan készítményeket készíteni, ami teljesen allergénmentes, olyan anyagok, alapanyagokból készítem a termékeket, ami növényi olajok, növényi vajak, természetes illóolajok, és hát az a fő szempont, hogy egészséget megőrizni. Hát alapjáraton apukám, aki üvegekkel foglalkozott, üveges Adán, és 4-5 éve kezdtünk ékszerüvegekkel dolgozni, és ékszereket készíteni. Valójában anyukám csinálja, én most csak segíteni jöttem ki. Tavaly is itt voltunk a Tisza Virágon, és remélem, hogy majd következő üvegbe is jövünk. Az emberek hogyan reagálnak az ékszerekre? Tetszik nekik? Igen, tetszik. Most szerintem nagyon jó, hogy minden színben, vagy nagyon sok színben van. Kisgyerektől a mindig azt mondjuk, hogy fiataloktól az idősekig illenek. A szervezők számos pincészetet is meghívtak a rendezvényre. Így létrejött a bortér. A Hompolt Miklós palicsi borpincészet nev alatt dolgozunk, és főként ugye vörös és fehér bort árulunk. Az emberek a rozét kedvelik legjobban, úgyhogy elég sokszor megfordulnak nálunk. Ugye ez egy kandírozott eperágyon árjesztett bor, és a hangulata a fesztiválnak is igen kiváló, úgyhogy... Mire számítotok a mai nap folyamán? Hát ugye tegnap péntek volt, és én úgy vélem, hogy olyankor az emberek munka után kifáradnak, és inkább pihennek. Viszont ma ugye szombat van, és én véleményem szerint sokkal több embert várunk, és mi már 5 óra óta itt kint vagyunk, és észrevettem, hogy az emberek ugye egyre jobban jönnek hozzánk, és kóstolgatják a borainkat, mert finomak. Hát ennek egy érdekes története van, hogy a zenével kapcsolatos dolgok indultak, ugyanis hát ennek egy szomorú előzménye van, ugyanis fiatalabb koromban utcára kerültem, majd egy idősebb ember befogadott, és ő vett nekem egy hegedűt, ami után én elkezdtem hallásból foglalkozni vele, és próbálgatni leutánozni a művészeket többit.
videófelvételekről, és aztán így indult ez a úgymond karrier, ami most már, hát úgy aktívan 10 éve foglalkozom vele. 3 éve voltam itt utoljára, akkor is nagyon tetszett, hát most meg még jobban, úgyhogy örülök, hogy itt lehetek ismét. Ezen a fesztiválon itt Zentán első alkalommal vagyunk itt. Egyébként Zentán ez a harmadik alkalom, mivel 2 előtte a Szent Mihályi táncszáz találkozón léptünk föl. Hát a zenekar Idestóval 19 esztendeje fönnáll, székházunk Pancsova, a Petőfi Sándor Magyar Kultúrkör. Ottan jöttünk létre legelőször, nem ebben a fölállításban, de többé-kevésbé megmaradtunk. Együttesünk az most lesz kb. Egy pár nap múlva 1 éves a zenekar. Zentaiak vagyunk mindannyian, és a Tississippi Bluesban találkoztunk, ismerkedtünk meg, és ott kezdtünk el együtt zenélni, jamelgetni, és akkor jött egy ilyen ötlet, hogy ezt a zenélést vigyük ki közönséggel, és ne csak a 4 fal köz zenéljünk, és akkor így alakult meg az együttesünk. Minden stílust játszunk, tehát a blues, a funky, a pop, a jazz, tehát mindent próbálunk átölelni azért, hogy ne lehessen bennünket idézőjelben beskatujázni, hogy csak ezt a stílust játszunk. Hagyományos zsonglőrködés, ami most a 21. században működik, az megtalálható mindenképpen, elengedhetetlen, hogy azért mégis valahogy elkápráztassuk a közönséget, de is avval van megfűszerezve mindenféleképpen, hogy a középkori hagyományőrzést is belevittük, illetve a 2 párhuzamosan megy, mert hogy a legvégén van egy, mink csak úgy nevezzük, hogy a sárkányozás, hogy azt a tipikus világon elterjedt mesét mutatjuk be egy pár perc, vagy pár másodperc erejéig, ahol a lovag leszúrja majd a sárkányt. Idén 7. éve szerveztük meg a Tisza Virág Fesztivált. Ez volt úgymond a sorba a turisztikai szervezetünknek a második rendezvénye. Kezdtük régen, ugye 7-8 évvel ezelőtt a karácsonyi kavalkáddal, ami a város főterén van, és utána volt a második esemény, amelyiket megszerveztünk. És hát ugye ezeket a lámpákat, ezeket a
lampionokat, ezeket mind úgymond barátaimmal együtt heggeztettük, vard, festettük, tehát is így jött létre alapjában ez a díszvilágítása ennek a Tisza partrésznek. És hát 7 év alatt úgy érzem azt, hogy fölfejlődött a rendezvény. Két színpadunk van most már, 2-3 helyszínen szólt zene, tehát kicsit terjeszkedtünk úgymond. Minden évben próbáltunk hozzárakni a rendezvényhöz, és hát úgy érzem azt, hogy az embereknek tetszik. Itt van a mai utolsó nap, harmadik nap, ahol küzdünk az elemekkel. Az első napokban a Tiszával küzdöttünk, most az időjárással, de most is azért szépen összejöttek az emberek. A program ugyanúgy folytatódik, ugyanúgy folynak, úgyhogy reméljük még kitart az időjárás. A szombatesti program fáklyás hajófelvonulással és tűzijátékkal ért véget. A rendezvényt vasárnap tűzzsonglőrök és a Jazz and Roll koncertje zárta.